az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben. János azután így folytatta tanúságtételét: láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem: akire látod, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, ez a mai napon kezdődik el a keresztények egységéért való imahét, amit egyetemes imahétnek is nevezünk. A keresztények azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, akik vallják, hogy ő valóban az élő Isten fia. Ugye ez a nagy kérdés, hogy kiket nevezünk keresztényeknek, és kik azok, akik a keresztények egységéért imádkoznak. Azok a keresztények, akiket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg. Akik hiszik azt, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, ő a második isteni személy, aki értünk emberré lett, akit értünk keresztre feszítettek, de harmadnap föltámadt, és ül az Atyának jobbján. Valóságos Isten és valóságos ember, hogy a hiszek egyben imádkozzuk. Tehát a különböző felekezetek, ortodoxok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, katolikusok, azok, akiket keresztényeknek vallunk, akik valóban, amit a hiszek egyben imádkozunk és vallunk, azt mi valóban komolyan is gondoljuk. És ez a mai evangéliumi részlet és olvasmányok arra irányítják a figyelmünket, hogy meglássuk Jézus Krisztusnak a valódi kilétét. Kicsoda Jézus Krisztus? Ugye a Istennel való kapcsolatunk azzal kezdődik, hogy őt kell megismernünk. Minél jobban ismerjük az Úr Jézust, annál jobban tudjuk, hogy ki az Isten. Jézus mondja magáról, hogy én és az Atya egy vagyunk, aki engem lát, látja az Atyát is. Tehát Jézus Krisztusban megjelenik közöttünk az élő Isten. És mindazt, amit mi Jézus Krisztuson keresztül hallunk, amiről ő tanított, a számunkra az, amit az Isten mond magáról. És ahogyan az Úr Jézus megérte az emberi mi voltát, a számunkra minta, hogy mit jelent igazán embernek lenni. A Szentleckében hallhattuk Szent Pál apostolt, ahogyan köszönti a korintusiakat. Általában minden egyes szentmisét köszöntéssel kezdünk. Akkor, amikor keresztet vetünk, akkor ezeket a formulákat használjuk, amelyet annak idején Szent Pál apostol is a különböző közösségeknek ír, és hogyan megszólította őket. Így szól, ugye Krisztusnak akaratából meghívott apostola: köszönt benneteket, Krisztus Jézusban megszentelteket, meghívott szenteket és mindazokat, akik nálunk, vagy nálunk segítségül hívják Jézus Krisztusnak a mi Urunk nevét. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.